A tanárok fizetésének megduplázásához 300 milliárd forintra lenne szükség Hatházi Ákos szerint. Ezt egy Bonyhádon megtartott kampányrendezvényen mondta a fővárosi Zuglóban induló ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt. Mint kifejtette, úgy gondolja, nem csak a közoktatás területén lennének indokoltak a változások, hanem például az egészségügyben is. Rövidíteni kéne a kórházi várólistákat a választásokat követően. Most nincs lejátszva a meccs, tehát minden megtörténhet, és hogyha a szubjektív dolgokat, mert az is fontos, az érzése az embernek, kéne sorolni, akkor többek között az, hogy ezeken a fórumokon mennyien vesznek részt, ezek nagyon biztatóak. A demokratikus koalíciót képviselő, Tolna megye 2. számú választókerületében induló ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt Szabó Lóránt mások mellett arról beszélt a vele szimpatizálóknak, hogy a politikusok közötti viták vihetik előre az ország ügyeit. Úgy gondolom, hogy egy felelős politikus akkor hisz és teszi jól a dolgát, ha nem csak a sajátjainak meri elmondani a gondolatait, és nem fél attól, hogy netán kap kellemetlenebb kérdést, az övével nem egyező véleményt. A fórumon elhangzott, fontos, hogy április 3-án minél többen éljenek a szavazati jogukkal és járuljanak az urnák elé.